A babai iskolában már múlt héten, a Bárdos és az Árpád iskolában pedig ezen a héten szerveztek fecsketábort a leendő elsősöknek. A Bárdos Lajos Általános és Zeneiskolában a 2010-2011-es tanévben két osztályban több mint 45 gyermek ül először az iskolapadokba. A gyerekek különböző helyről, különböző oldalból érkeznek, és ezt arra szánjuk ezt a napot, hogy egymással megismerkedjenek, szerezhessenek barátokat, és amikor kezdődik az iskola szerdán, akkor már nyugodtabban, magabiztosabban léphessenek be a tanterembe, és az is nagyon fontos, hogy lássák, hogy melyik lesz az ő osztálytermük, illetve a párhuzamos osztálynak az osztályterme. Próbáltunk olyan foglalkozásokat beiktatni, hogy legyen egy kis mese, oldott ismerkedés, játék, egy kis kézműves foglalkozás, most éppen vitorláshajókat hajtogatunk éppen, aztán körjátékok. A fecsketáborban az idegen nyelvvel is megismertették a gyerekeket. Az elsős tanítók angol és német dalokat tanítottak a kicsiknek, ezzel is közelebb hozva hozzájuk az idegen nyelv szeretetét. Megismerkedtünk, meg például táncoltunk, meg énekeltünk például. Egy kicsit tanultam angolul, meg egy kicsit németül. S bár a tanév csak szeptember 1-én kezdődik, több elsős is úgy érkezik az intézményekbe, hogy már elkezdett ismerkedni a betűk világával. Papa mindig figyelmeztetett, hogy ne kapkodjak, meg anya is figyelmeztetett, hogy ne kapkodjak, és ha lassan írok, akkor szebb betűket tudok csinálni. Az Árpád iskolában idén 41 gyermek kezdi meg az első osztályt. A diákok egy része bár az óvodából ismeri egymást, többen először találkoztak leendő osztálytársaikkal. Amikor jönnek évelején iskolába, akkor már ismerős arcok fogadják őket, meg mi is jobban tudjuk őket nyomon követni az iskola udvaron, meg az épületben, hogyha megismerjük őket. Azon kívül még azért is fontos, mert a szülőket végigvezettük az iskolán, megismertettük velük az összes olyan helyiséget, ahol a gyerekek megfordulhatnak, tudják, hogy kihez forduljanak, és ismerős környezetbe érkeznek már ők is. Itt vagyunk, és a tanítás előtt szeretnénk ismerkedni. Körbenéztük az iskolát, és voltunk a tornateremben, meg mindenhol, és nekem a halacska ragasztás volt a kedvencem. Ragasztottunk halakat, meg rajzoltunk. Teljesen játékos formában dolgozunk ezen a két napon, meg hát az év többi részében is nagyon sok játékot igyekszünk majd becsempészni a tananyagba. Kézműves foglalkozást végeztünk, aztán meséltünk, játszottunk, hát egy kis sportolásra is lehetőség volt, hogy jobban megismerkedjenek az iskolával és velünk is. A fecsketábor így nem csak a tanítóknak és a szülőknek, a diákoknak is hasznos volt, hiszen nem csak egymással, de a sokszor labirintusnak tűnő épülettel is megismerkedhettek a résztvevők.